A nemzet stratégiaivá minősített sajtótermékek összehangoltam, fél évre visszamenőleg szemezgettek Nagy Blanka diák szónok ellenőrzőjéből, mármint hogy a jegyeket. Nagy Blanka van most itt velem, köszönöm, hogy eljöttél beszélgetni. Tudod, azon gondolkodtam, hogy ha logika mentén haladunk, akkor a kormányt csak jó tanuló kritizálhatja, rossz tanuló nem. Hogyha színötös lennél, akkor mondjuk egy szónoki megszólalásodat mivel kezdenéd? Én úgy gondolom, hogy nem jegyhez kell kötni azt, hogy ki milyen jó szónok. Ugyanis én nem tudom elmondani magamról, hogy én jó szónok vagyok-e, ezt nyilván én nem érzékelem. Ezt csak a visszajelzésekből tudom lekövetkeztetni. Én úgy gondolom, hogyha csillagos ötös lennék mindenből, és kiváló, én akkor is úgy kezdtem volna a szónoklatot, ahogy akkor kezdtem volna. Na jó, ez majdnem, hogy a vicc kategória volt ez a kérdésem, mert nyilvánvaló, hogy nem attól lesz valaki jó szónok, vagy nem akkor kritizálhatja bármelyik kormányt, hogyha jó jegyei vannak, vagy kitűnő tanuló. De hogyha nem a jegyekről szól ez az egész történet, akkor szerinted miről? Én úgy gondolom, hogy ez az egész történet tényleg nem a jegyekről szól. Ez az egész történet tulajdonképpen arról szól, hogy megfélemlítsék a kortársaimat, de nem csak a kortársaimat, hanem bárkit az országban. Hogyha van véleménye, és azt elmondja nagy közönség előtt, akkor ne tegye, mert ez lesz a következménye. És nyilván nagyon sok ember nem szeretné nem szeretne ilyen szinten keresztűzbe kerülni, hogy a fél ország csámcsogjon rajta, a másik fele meg ugyanúgy csámcsogjon, illetve tanácsokat adjon, vagy akár ez a pozitív hullám, amit kap ilyenkor az ember, azt is nagyon nehéz elviselni. Igen? Igen. Tehát hirtelen olyan figyelem középpontba kerültél, hogy még a pozitív visszajelzések is ilyen soknak tűntek? Igen. És a legtöbb ember nem szeretné ezt a sokkot. Mert nincs szüksége arra, hiszen az átlag embernek is ugyanúgy megvannak a problémái. És ő úgy gondolja, hogy nem kell emellé még egy ilyen szintű nagy probléma. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az egész, ez teljes mértékben a megfélemlítésről szól. És téged sikerült? Nem. Semmiféleképpen sem, ugyanis én úgy gondolom, hogy átlátok a szitán. És tudom, hogy azzal, hogy megpróbálnak lejáratni, azzal azt szeretnék elérni, hogy visszavonuljak, illetve hogy ne legyen véleményem mindentől kezdve semmiről. És engem nem félemlítettek meg, mert igazából ez az egész, ez a lejárató hadjárat, vagy lejárható kampány tulajdonképpen, ez bennem azt érzékelteti, hogy a kormány egy méltó ellenfélnek tart, illetve a méltó ellenfélnek tartja a generációmat is. A jelentékteleneket nem fogják támadni, mert hogy nincs vele dolguk, úgyis eltűnnek. Igen, igen. Na jó, de ettől függetlenül, amit te is említettél, az valószínűleg előfordulhat, sőt, tehát jó irányba halad az a kommunikációs stratéga, aki azt gondolja, hogy ezzel viszont el lehet rettenteni másokat. Hiszen, ahogy te is említetted, nem biztos, hogy mindenki kívánja ezt a helyzetet, amiben te most kerültél. Hogy róla beszéljen a félország, a hírek középpontjába kerüljön, mit szólnak a szülei, mit szólnak az iskolában, mit szólnak a szomszédok. Hozzád, és ehhez a helyzethez például, menjünk sorba, mit szóltak a szülők? A szüleim nagyon támogatnak, és ők úgy gondolják, hogy addig, amíg én nem kérek tőlük segítséget ezzel kapcsolatban, addig tudom irányítani a dolgaimat. Uh-huh. Mert ez mindig megmutatkozott. Mindig akkor kértem segítséget, amikor már végképp azt éreztem, hogy nem tudom megtartani magam valahogy az életben. Uh-huh. Ők egyébként teljes mértékben, mint mondtam, támogatnak, és úgy vannak vele, hogy nagyon-nagyon büszkék rám. Mert még akkor is, amikor csúnyákat mondtál decemberi tüntetésen? Még akkor is. Nem mondták azt, hogy kislányom, azért az a kifejezés, vagy az a kettő, az nem kellett volna? Nem, mert én akkor is a gyerekük vagyok. És én úgy gondolom, mivel még nem vagyok szülő, ezért csak feltételezni tudom, hogy egy szülő akkor is legyen büszke a gyerekére.
amikor esetleg éppenséggel rossz fát tesz a tűzre, mert ez már eleve azt jelenti, hogy van gyereke, van egy olyan gyereke, aki ezt megteheti. Ti hatan vagytok testvérek, a kicsik is kaptak ebből? Tehát tudják, hogy mi történt a Blankával? Komolyan is mit szóltak? Persze. Nagyon büszkék rám a testvéreim. A kicsik is? Igen, igen. Úgyhogy a két nagyobb iskolás, és állandóan, amikor hazamegyek, akkor mindig megkapom tőlük, hogy úristen, mesélj, kivel találkoztál, vagy hogy láttunk a tévében. Mit írtak rólad? Hányasod van? Igen, vagy láttunk a tévében, és mindig elmondják, hogy nagyon büszkék rám is. És nekem ez a lehető legnagyobb elismerés, hogy büszkék rám a testvéreim. És a suliban mit szóltak? Hát az iskola egy nagyon érdekes hely ebből a szempontból, ugyanis nagyon sok ember az iskolában úgy kezeli ezt a helyzetet, mintha nem történt volna meg. Igen? Igen, és én ennek valamilyen szinten nagyon hálás vagyok. Aha. Mert az iskolában megismertek olyan embernek, amilyen vagyok. És akkor ez legyen a magánügyed. Igen, igen. Akkor, amikor decemberben kiálltál és a rabszolgatörvény elleni tüntetésen szónokoltál, ahol ezek a bizonyos tráger kifejezések is elhangzottak. Én azon gondolkodtam, hogy ennek mi volt az előzménye. Én tudom, hogy már máskor is beszéltél különböző rendezvényeken, vagy tüntetéseken, vagy demonstrációkon, de hogy volt egy olyan pont az életedben, amikor azt mondtad, hogy itt vagyok, 19 éves vagyok, még a nagybetűs életnek a legelején. De most ez a döntés, ez az intézkedés, ez a kifejezés, ez a beszéd, vagy nem tudom, hogy mi volt az, ami neked adott egy olyan plusz töltetet, amitől azt érezted, hogy na, én most kiállok, és beszélni fogok az embereknek. Így 19 évesen. Ugye nyilván, ahogy említetted, előtte is volt már az, hogy beszédeket mondtam. És tulajdonképpen a kecskeméti beszéd az egy utolsó csepp volt a pohárban. Tehát azért, hogyha azt nézzük, egy ennyi idős fiatal azért igencsak tapasztal a világból, és nem csak a saját világából, tehát kvázi az országban lévő dolgokról értesül, hanem ugye az internet által látja, hogy másik országban, egy másik kultúrában hogyan állnak bizonyos dolgokhoz. És nekem nagyon nem tetszett az, ahogy az országban állnak az emberekhez. Mi az, ami leginkább nem tetszik? Leginkább nem tetszik az például, hogy látom, hogy az emberek nem jutnak egyről a kettőre. Hogy nagyon sok ember ott van mondjuk 30 és 50 között, és hiába dolgozik már x éve egy munkahelyen, nem tud előrelépni. Tehát nagyon kevés az a 30 és 40 közötti ember, aki azt mondhatja, hogy igen, mondjuk én 33 évesen veszek egy családi házat, veszek egy autót, és megengedhetem magamnak, hogy legyen 3 vagy 4 gyerekem, mert van rá annyi keretem, hát illetve felelősséggel tudom vállalni. Igen, igen. Már pedig ennek nem így kellene lennie. Tehát az én korosztályom legalábbis úgy gondolja, hogy az lenne a legegészségesebb, hogyha az embernek a 30-as elejére, tehát a 30-as évei elejére már bőven megvannak ezek a dolgok. És pont azért, mert akkor elméletileg, tehát más országban már dolgozik az illető mondjuk 5 éve, és 5 év után azt mondhatja, hogy jó, én egy albérlet után szeretnék egy saját házat. És akkor vesz egy saját házat. És a fiatalok ezt látják az interneten, hogy hát a nem tudom kicsoda, aki kinnél másik országban dolgozott a gyárban 5 évet, és vett egy teljesen jól kinéző kertesházat. És akkor tapasztalja itthon azt, hogy én már 10 éve dolgozok egy munkahelyen, és arra sincs ő kerete, hogy egy saját autót vegyen. És ennek nem így kellene lennie. A januári tüntetésen, tehát a decemberi sokat emlegetett szónoklatod után januárban is felszólalt egy tüntetésen. Ott azt mondtad, hogy a Fidesz elfordult a jövőtől, elfordult a fiataloktól. Hiszen
gondolom erre az előbb felvázolt fiatal képre gondoltál, és fiatalok helyzetére gondoltál, de hát ezzel meg homlok egyenes ellentétben van az, amit a Fidesz saját magáról, a kormány saját magáról mond, családokéve, családokért, fiatalokért, számtalan intézkedés, tehát ezek, te úgy látod, hogy nem jelentenek semmit a mai magyar fiatal korosztálynak? Nem, mert a dolgok mögé néznek. És például itt van most ugye ez a nagy családi támogatása, a csok, meg a 7 személyes kocsinak, stb. Ez tök jó, de hogyha belegondolok abba, hogy mondjuk én szülök 4 gyereket, és kapok most 10 millió forintot, meg X támogatást, hogy vehessek egy 7 személyes autót. Ez tök jó. De hogyha nagyon összeszámoljuk a dolgokat, akkor 4 gyereket, tehát 4 gyereket fel is kell nevelni, iskoláztatni kell, fizetni akár a külön óráit, mert sajnos ma ott tartunk, hogy akár egy nyelvvizsgát, akár egy jobb érettségit nem lehet úgy megcsinálni, hogy nem jár az illető külön órára. És nem azért, mert esetleg felkészületlen tanárok vannak, hanem mert olyan a kerettanterv. És az emberek, tehát a fiatal 20-as éveiben járó emberek látják, hogy oké, én most megszülök 4 magyar gyereket, de őket fenn is kell tartani. És hát azért, kell nevelni. Igen, és azért felnevelni nem csak pénz, nem csak idő, de azért egy olyan egészséges lélek is kell, hogy a gyerekre, minden gyerekre tehát legyen, hogyha nem is egyenlően figyelem, de figyelemmel kell tartoznia a szülőnek a gyerek iránt. Hát az egész napi gürézés után mondjuk nem biztos, hogy a szülőnek a legtöbb figyelme majd a gyerekre fog összpontosulni. Igen, és a fiatalok mögé látnak, hogy szép és jó ez, hogy most kapok 10 millió forintot, de nem 10 millió forint lesz ezeket a gyerekeket felnevelni, hanem jóval több. Hát meg én azt gondolom, hogy ez már nem is a pénz számolja akkor, amikor a gyerek vállalásra gondol, hanem arra, hogy milyen lehetőségeim vannak ebben az országban, és milyen jövője lesz a gyerekemnek. A korosztályod, az osztálytársaid, a baráti körödben, a fiatalok például, hogy készülnek az életre? Nagy általánosságban nyilván, mert most egyenként nem tudunk végigmenni a baráti körödön, de hogy képzelik el Magyarországon a jövőjüket? Hát megmondom őszintén, nekem ez azért nehezebb, ugyanis én nálam jóval idősebbekkel barátkozom. Tehát az én baráti köröm nagyjából olyan 25-26-tól egészen 34-5-ig terjed. Uh-huh. Úgyhogy bennem ez a kép. És ők hogy képzelik el itt az életüket, és mit tapasztalnak? Ők azt látják, hogy egy olyan ország van itt most jelenleg, egy olyan országban élnek, ahol egyre nehezebb lesz megélni. És, és itt most nem csak az anyagiakról beszélek, hanem eleve az, hogy én például, hogyha megnézem a híreket, mert azért... Lehet, hogy valaki sokkal jobban szereti a tévében a híreket olvasni. Én nem azt szeretném hallani, hogy hány migráns tört be, meg hogy kit hogy gyilkoltak meg a migránsok, vagy hogy éppenséggel melyik politikai párt piszkálja egymást. Én hallani szeretném azt, hogy mondjuk csökkent a, nem is tudom, valamelyik pénznek az árfolyama, és hogy ez mondjuk milyen hatással lesz rám. Többek között ezt nézik, illetve azt, hogy most egy milyen oktatás politika felé haladunk. Tehát például az én esetemből is tanulva, vagy leszűrve a dolgokat, jelenleg az országban akkor vagy valaki, akkor lehet véleményed, akkor vagy kvázi ember, hogyha csak jó jegyeid vannak. Amennyiben beszerzel egy-két rosszabb jegyet, ami valljuk be, hogy rengeteg mindentől függ, akkor már nem vagy teljes értékű ember. Akkor nem lehet véleményed, mert téged bekategorizálnak, hogy ostoba vagy. Holott ez nem így van. És nyilván a fiatalok nem szeretnének egy olyan országban gyereket szülni, ahol az ő gyerekük esetleg ahol az ő gyereküket hátrányéri amiatt, mert mondjuk matematikából nem 5-ösek, hanem mondjuk csak 3-asok vagy 2-esek. De ez az egész magyar oktatás erről szól. Egy kalap alá venni, mármint az állami oktatás. Persze. Egy kalap alá venni a gyerekeket, azonos szinten kell mindenkinek teljesítenie, miközben nincs két egyforma ember. Persze, én azt látom egyébként az oktatásban, hogy tulajdonképpen olyan, mintha a gyerekeket egymás mellé tennék, és a tanár végig simítja a fejüket, és akinek a fején van egy kis pukli, akkor őt kiveszik a sorból, mert hogy te nem idevaló vagy.
És én úgy gondolom, hogy nyilván nagyon nehéz lenne egy olyan oktatást létrehozni, ami egyenként személyre van szabva. Tehát valljuk be, hogy ez végül is lehetetlen. Tehát lehetetlen lenne úgy tanítani. De az, hogyha nagyobb csoportokat hozunk létre, tehát például a legnagyobb ilyen csoport az oktatásban, ugye, akik humánosok, meg akik reálosak. És hogyha ezt a kettőt már különbontanánk, mert lehet, hogy én mondjuk sokkal jobban szeretem a történelmet, vagy a magyart, vagy esetleg a rajzot, és nem vagyok mondjuk jó éppenséggel fizikából, akkor az oktatás az arra próbáljon ösztönözni, hogy én abban fejlesszem magam, amiben jó vagyok. Nyilván fejlesszem magam abba is, amiben bizonyos nem. Szintig, bizonyos de amiből szintig, meg nagyon jó vagy, abban még jobb. Pontosan. Uh-huh. És ez nincs így. És ez nagyon borzasztó, ugyanis emberek, tehát fiatal embereknek az életüket nyomorítják meg ezzel. Uh-huh. Szintén visszatérve a januári tüntetésen mondott beszédedre, azt is említetted, hogy idealista vagy, és te azt gondolod, hogy ebben az országban az idén valaminek történnie kell, meg azt is gondolod, hogy ez a kormány a következő évi választásokat már nem éri meg. Ezt mire alapozott, hiszen a hírek nem erről szólnak, a közvéleménykutatási adatok nem erről szólnak. Én azért gondolom így, mert a kormány egyre több hibát vét. Például hatalmas hiba az, hogy bevezették ezt a rabszolgatörvényt. Ugyanis statisztikailag az ország igen jelentős hányada a munkásosztályhoz tartozik. Tehát statisztikailag, hogyha azt nézzük, akkor az országban a legtöbb dolgozó ember valamilyen gyárban dolgozik. És ezzel nincs is semmi probléma. Tehát bérből, fizetésből. Igen, igen. Viszont azzal, hogy ezt a rabszolgatörvényt meghozták, azzal az országnak egy jelentős részében ingattak meg valami olyat, hogy úristen, ezek az emberek mégsem az én érdekeimért állnak ki. Illetve eleve az, hogy ezt a 2020-as nyelvvizsga törvényt hozták meg. Ezzel például a fiatalok mondták azt, hogy... Ja, hogy úgy lehet igen, valaki egyetemista főiskolás, hogy már legyen nyelvvizsgálja. Igen, de ehhez előzmények is kellenek. Tehát meg kell teremteni azt a körülményt, hogy ez valós legyen. Tehát, hogy itt meg a fiatalok mondták azt, hogy jó, rendben. Akkor nekem innentől kezdve elég. És a fiatalok egy része, akik még megtehetik, hogy elmenjenek külföldre. Elmennek. A másik része viszont itt próbál boldogulni. Te komolyan hiszed azt, hogy rövid időn belül, vagy belátható időn belül változás lesz ebben az országban? Én komolyan hiszem azt. És pont azért, mert én ezt tapasztalom. Már mit tapasztalsz? Az erre való igényt? Az erre való igényt. És ezek nem feltétlen kimondott tények, hogy hát történjen már itt valami változás. De amikor állok a boltban, a pénztárnál, állok sorba, és hallom, ahogy a két nyugdíjas hölgy beszélget, hogy hát már megint nem tudom megvenni a holland kakaóport, mert nem telik a nyugdíjamból. Hát igen, nekem se. És ezek mind olyan dolgok, amikből az ember rájön, hogy itt az emberek nem boldogok, nem elégedettek azzal. De hát a holland kakaópor ára 2018. április 8-a délelőttjén is ugyanannyi volt. Akkor, tehát az egy dolog, hogy ugyanannyi volt. Viszont... De mégse akarták kellő számban a változást a választásokon az emberek. Igen, viszont, mint mondtam, ezzel a rabszolgatörvénnyel azért egy hatalmas dolgot tettek az emberek nyakába. Illetve eleve az, ami most lehet, hogy kicsit önfényezésnek tűnik, de kvázi az én ügyemmel kapcsolatban is. Rám például rengeteg olyan kormánypárti szavazó írt, aki azt mondta, hogy neki ez sok volt, hogy neki ez túl sok volt, és csalódott. És napi szinten kapok egyébként ilyen üzeneteket. Akár e-mailben, akár kommentekben. Hogy látom, hogy valaki ír egy olyan kommentet, ami felkelti a figyelmemet, és megkeresem, és rákeresek az emberre. És látom, hogy
ki volt téve, nem tudom mikor, az, hogy ő a Fideszre szavazott. És mit tudsz kezdeni a trollokkal, illetve mit tudtál kezdeni akkor, amikor magukat publicistának tartó, felnőtt, józan ésszel bíró férfiak, több évtizedes tapasztalattal bíró férfiak téged kreténnek, ribancnak és nem tudom minek neveztek? Hogyha ettől ők férfiasnak érzik magukat, akkor egyrészt ez egy hatalmas probléma, hogyha ettől érzik azt, hogy ők a férfik. Másrészt pedig nem tudok vele mit kezdeni. Egyszerűen elengedem az internetes trollokat azért, mert nekem nem számít egy olyan embernek a véleménye, akit nem látok arcilag, aki semmilyen befolyást nem tehát hogy semmilyen hatással nem volt rám az eddigi életemben. Másrészt meg valószínűleg ezeket az internetes trollokat mondjuk egy csapatember működteti. Uh-huh. És mit számít egy csapatembernek a véleménye? Illetve ezekkel a morális fölénnyel rendelkező publicistákkal csak annyit tudok kezdeni, hogy nagyon jót nevetek rajta. Ugyanis nem számít, hogy mit mondanak, hanem az számít, hogy ki mondja. És hogyha egy ilyen ember mondja nekem azt, hogy én kretén vagyok, akkor az olyan, nem is tudom, így lepereg rólam, mert egy ilyen ember mondja, egy olyan ember mondja, aki napi szinten aláz meg másokat, aki nem mellesleg napi szinten beszél csúnyán, nagy közönség előtt, és nem egy tüntetés alkalmával, és még csak nem is dühös. Tehát nekem ne mondja azt rám egy ilyen ember, hogy én kretén barom állat vagyok, mert számomra ez az ember az újságírás, a média legalja. És nem azért, mert esetleg nincs valamiféle tehetsége, hanem azért, mert semmilyen értéket nem adott. Én egyébként, amikor megjelent ez a videó, kvázi, ugye, amit Bájer Zsolt mondott, én úgy voltam vele, hogy azért kíváncsi vagyok, hogy ki ez a Bájer Zsolt. Akkor kerestél rá? Névileg hallottam, de akkor nem volt semmi motivációm, hogy megnézzem, valljuk be. És visszakerestem jó pár adást, megnéztem, és rájöttem, hogy tényleg nem számít, hogy ki mondja. Tényleg nem számít. És az se számít, hogy mit mond, mert semmilyen értéket nem adott át a sójában. Nem történt semmi olyan dolog, amire én azt mondtam volna, hogy én gazdagabb lettem. Akár a kritikától. Igen, gazdagabb lettem jó pár tráger kifejezéssel, mondhatnám, hogy nagyon motiváló volt. Gazdagabb lettem azzal, hogy kell gyűlölködni, de valós értékekkel nem lettem gazdagabb. Egy kifejezést, hogyha kérek tőled, hogy mondj valamit, hogy te milyen országban szeretnél élni. Egy szóban jellemezd. Mi lenne az a szó? Ez nagyon nehéz. Akkor lehet kettő. Jó. Én szeretnék egy gyűlöletmentes és igazságosabb országban élni.